Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit, köszöntöm társaságomban Makrai Richárdot, ötletgazdának nevezem, aztán majd megtudja a néző, hogy tulajdonképpen milyen ötlet volt, amitől itt Marvasagyarmaton elhíresült, sőt, most már egész nagy területen megjelent a neve. Szervusz, és köszönöm, hogy eljöttél. Üdvözlöm, Csaba bácsi, tisztelettel köszöntöm a tévénézőket is. Lényegében, és köszönöm persze a meghívást is. Lényegében ez egy Facebook challenge-nek az elindítása, ez az ötlet. Ez egy ellenőrzött, kontrollált formában jelenik meg a Facebookon. Ez azért született meg lényegében, hogy fölhívja a figyelmet az embereknek arra, hogy ez a mozgásra, tehát a mozgás az egy jó dolog. Azt vettem észre, hogy már most lassan 3 hónapja működik az interneten, egyébként elég sok munka van vele háttérteendő, mert hát azért vannak megjelenések, vannak különböző események, de arról meg gondolom később beszélgetünk. Na most ez tulajdonképpen hogy történt meg, hogy világhálóra föltetted, és egyszer csak jöttek az érdeklődők, és földobta a gondolkodásodat? Hát szerintem minden ötlet, ugye annak az elindításához kell egy fajta inspiráló erő. Ez volt egy ismerősömnek a élő bejelentkezése a Facebookon. Körülbelül 30 másodpercen belül az ötlet és maga a keret megfogalmazódott bennem. Az is, hogy miért csináljuk, meg miért indítsuk el. Egyébként ez egy 5 perc futásról szóló történet. És hát onnantól kezdve, hogy ezt ugye megvalósítottuk, nem tart sokból egyébként egy ilyen oldalt létrehozni, hát ugye elgondolkodott az ember, hogy hogyan tovább. És hát arra is gondoltam, hogy kik a környezetemben azok a prominens személyiségek, akik ugyanúgy támogatják a mozgást, az egészséges életmódot, vagy még sokkal jobban is, mint akár én is, mert ugye akkor én meg még most is ugye túlsúlyos vagyok, azt lehet mondani, de gondoltam egy régi edzőtársamra, igaz más sportágot űztünk fiatal korunkban, de hát ő Kovács Dusán volt, akit ugye elsőként kihívtam ebbe az 5 perc futásba, és mikor közöltem vele, hogy ezt gondoltam ki, akkor egyből üdvözölte a dolgot, és hát sikeresen teljesítette is. Na most az, hogy egyből sikeres, nem sikertörténetről beszélünk, mert egyébként 3 hónapja, 31-én volt 3 hónapja, hogy ez fölkerült a világhálóra, és hát azért ez egyfajta munka, az, hogy az emberekkel megismertessük, de hála Istennek vannak olyan követőink is, akik nem csak futnak, végül is ez egy sodorvonal, úgy gondolom, hogy minél több ember fog csatlakozni hozzánk, annál többen kapnak majd kedvet a mozgáshoz. Ez a Challenge Day, ugye kihívás napja, egyébként ahhoz hasonló, és a Dusán tényleg kapható az ilyenekre, és szívesen csinálja. Azt hiszem, Balassagyarmatot meg különösen kedveli. Na most volt már egy ilyen kísérlet, ami nem, és már Balassagyarmaton volt, ahova talán nem tudtak jönni, de a Kovács Dusán mellett meg kell említenem, mert ugye te azért ebben úgy látszik, mintha gyakorlott lennél, mert ahogy nézem, a Bai Balázs, van itt nálad egy, mert mutassuk csak be, van itt nálad megy, amit már meg is nyert valaki, jól tudom. Igen, elkészült egy terv alapján egy póló, végül is rajta van maga a jelmondat, hogy fussuk körbe a földet, ez angolul is, mert előbb-utóbb ugye nemzetközi színpadra is kilép maga. Balázs ugye, mint támogatója, szintén köszönjük neki az aláírást, és természetesen nagy tisztelője vagyok Kovács Dusánnak is, doktor úrnak, ő is ugye, mint képviselés nevét is adta a magához a challenge-hez, és ő is aláírta, köszönjük szépen neki. Na, azt tudni kell, hogy ilyen aláírással Kovács és Bai Balázs aláírással egy ilyen lesz, valaha ennek nagy értéke is lesz, valószínűleg, és hát ezt már meg is nyerte valaki, ugye? Igen, Sümegi Tamás úr nyerte meg, ő fotózik. Igen. Nagy tisztelője. Ez sorsolás útján? Igen, sorsolás. Tehát akik részt vettek az első ilyen nyírjesi rendezvényen, az nem, volt az? Már most azt hiszem, hogy a nyírjesi, nem a nyírjesbe sorsoltuk ki. Lényegében annyi volt teendő, hogy aki lefutotta az 5 percet, akár közös rendezvényen, akár egyénileg,
ők bekerültek egy sorsolási szisztémába, és akkor a kislányom, igen, kislányom kézmozdulattal kihúzta Tamást, és megköszönte, hogy fölvettük a kapcsolatot, és megszületett a méretére a póló. Egyes sorszámban, ezt még megmutatom. Igen. Ilyen több nem lesz. Nem lesz, egyes sorszám. Egyes sorszámú póló aláírása. És értesítettem, hogy már megérkezett a póló, de hála Istennek meg tudom mutatni, mert még nem vette át. Úgyhogy... És mikor fogod átadni? Mert úgy tudom, hogy most a beszélgetésünk után egy pár nappal valami nagy rendezvénye is lesz Baradsa-gyarmatnak. Igen. Hát szeretném minél előbb átadni ezt a nyeremény pólót, hát megérdemli a viselője. Szeptember 29-én lesz egy Mihály napi kiegészítő program, ahova a városnak szeretettel megköszönöm, hogy befogadtak minket is, mint kiegészítő programot. Itt a Két Bor Sökröcske Alapítvánnyal lesz egy közös rendezésben egy programunk a sportcsarnok és a műfüves közötti területen, ahol várunk szeretettel mindenkit. Itt több olyan megjelenés lesz, ami végül is az egészségünket támogatja. Ugye velünk lesz Géci Edit is, aki ugye a városunkban egyfajta edzői programot képvisel. Nagyon-nagyon szuper dolog, amit ő is csinál. Lesz a testszervíz velünk lesz, de ugye ez nem a reklám helye. Magdi is nagyon-nagyon szereti és képviseli az egészséget. És nem utolsó sorban szeretném megemlíteni, hogy egyfajta szórakoztatása is lesz a dolognak. Ha minden igaz, akkor elkészül az 5 perc futásra egy induló, amit ott a helyszínen a Hannes Crew fog nekünk előadni. Erre lesz egy flash mob is, ami meglepetés lesz természetesen. Még én sem tudom, hogy ez magában hogy fog kinézni. Sok ember kell hozzá, az biztos, hogy ez jól nézzen ki, jól mutasson. És ennek van már vállalkozó zenei szerkesztője, aki megcsinálja, vagy éppen Ember Péter, vagy összevágott zenéből lesz ez az induló? A Hannes Crew az ja, zenei igen, alappal igen, dolgozik, igen. És akkor erre a kis Noel fog egy szöveget írni, és ők fogják végül is előadni. Na most vannak-e támogatóid? Na mondjuk jelenleg nem erre utazol, hogy anyagi támogatás, de hogy mégis vannak-e érdeklődők, komoly érdeklődők, támogatók? Természetesen nem. Civil kezdeményezés vagyok. Így úgy gondolom, hogy hát nem igazán van szükség anyagi támogatásra, mert végülis az időmön kívül, meg csekély anyagi ráfordításon kívül nincsen sok mindenre szükségem. Aki elméletben támogató lehet, az ugye az emberek, akik az oldalunkat támogatják, és hát, mert az egy hajtóerő, az nekem is kedvet ad ahhoz, hogy tovább folytassam, további rendezvényeket esetleg szervezhessünk, és mondjuk olyan támogatásban, hál' Istennek volt már részünk, hogy az első ilyen közös futás alkalmával egy pár vállalkozó meg lett szólítva, hogy hát szeretnénk semmi más, csak ásványvizet adni a megjelenteknek, és nagyon szívesen segítettek többen is, meglátták benne a lehetőséget, hogy ez egy jó forma, és végül is negatív kritika nem ért ezzel kapcsolatban, csak minden pozitív, és ennek nagyon örülök. Te is úgy hallom, hogy mert is a nevét hallottam, hogy a Bayer doktor is be lett vonva ebbe a kórházba, Balassagyarmati kórházba. Ő is azért így mindenben benne van. Igen. Mondjál róla pár szót, hogy került a főorvos úrral nagyon jó a kapcsolatom évek óta. Hát megvallom őszintén, próbáltam őt egy picit noszogatni, hogy hát főorvos úr, légy szíves, fúzs már le az 5 percet, és indítsa egy önálló challenge-et. És van annyira okos, hogy tovább fonta ezt az ötletet, és akkor azt mondta, hogy hát én lefutom, de akkor hát csináljuk úgy egy közös rendezvény keretében, és ennek adta jelét is, mivel a Két Bor Sökröcske Alapítvány, ugye a kórház gyermek osztályának az alapítványa, és ugye szeretnénk majd őket valamilyen szinten támogatni, a megjelenteknek is lesz lehetősége rá. Úgyhogy ezt a fajta formát választotta a challenge-en belül. Most ez a 40.075, ez hogy valósul meg, te honnan tudod, vagy mindenki magának méri, hogy mennyi percet futott, vagy hogy nyilvántartást? Hát értem. Tehát mivel én kezelem az oldalt, és ugye van egy olyan végső cél, ami már úgy földviszonylatban egy elég nagy szám, és természetesen vannak olyan emberek is, akik az oldalon több kilométert is futnak, tehát abból ajánlanak föl 5 percet. Hogy nagyjából végeztem egy számítást, hogy hát akkor vegyünk egy egységnyi alapot, tehát
nem teszünk különbséget futó és futó között, mert ugye van, aki csak kezdőfutó, lehet, hogy elsőre nem bír lefutni csak 500 métert, egyébként én is abban a kategóriába tartoztam, most már egy picit több is. A lényeg az, hogy mindenkit egy kalap alá veszek, és minden futó egy kilométernek számít, a föld kerülete az egyenlítő mentén 40.075 kilométer, tehát időzével beképletesen, hogyha 40.075 ember fut az oldalon, akkor körbefutottuk a földet. Tehát tulajdonképpen nem esett nehezedre, csak gondolkodni kellett egy kicsit, és összetudod. Ezt élvezed is? Ezt? Na, nagyon élvezem. Hát támogat a család is természetesen az összes gondolatban, mindig megkérdezem a véleményüket. Hát most már szenvedély szinten van otthon is, mert a kisfiam az, ezt elmesélem, ez egy aranyos történet, hát most lett kis csoportos az óvodába, és ott futott. Dadus megkérdezte tőle, hogy hát Dominik, hát hova szaladsz? És azt mondta, futom az 5 percemet. És egyébként rád is rád férne. Ez egy picit... Neked mondta ezt? Nem, a Dadusnak mondta. Ja, ő mondta a Dadusnak. Ő mondta a Dadusnak, úgyhogy nálunk ebbe a feelingbe zajlik. A kislányom is ugye sportiskolás, ő is mindig kérdezi, hogy mikor lesz a újabb rendezvény, mert nagyon élvezi ő is. És kislányod, ő milyen sportot űzik? Kézilabdázik a BSS-ébe, egyébként ők a kis csapattal a challenge még legelején lefutották egyébként a Krisztival az 5 percet. Nagyon tetszett, nagyon élveztem a dolgot. Kézilabdázik, atlétizál, mellette művészeti iskolába is jár, színjátszózik. És az azért megjelenik, most legyek lokálpatrióta, hogy ez Balassagyarmatról elindult a Facebookon. Több olyan kihívás is van ugye a Facebookon, ami valahonnan elindult. Kaptam olyan visszajelzést, hogy hát ebben nincsen semmi, hogy mondja, ennek nincsen olyan íze, sava, borsa, mint mondjuk az, hogy leöntötték az emberek magukat hideg vízzel. Szerintem ez egy elég ízléstelen dolog, sérülésekkel járhat, stb. Én más csinálok. Az, hogy ez egy kontrollált és tehát egy kontrollált formában zajlik ez a challenge, és szeretném, hogyha ha visszavezethető lenne Balassagyarmathoz, ezért a pólón rajta van magának a Balassagyarmat GPS koordinátai is. Hogyha esetleg valahol, mert lesz majd talán lehetőség arra, hogy eljusson a világ több részére ez a póló, aki igényli, akkor a GPS koordinátákat beütve a megfelelő helyre, akkor Balassagyarmathoz vissza tudja vezetni, hogy hát ez bizony innen indult ki. Na most még egy utolsó kérdés, aztán nem zavarlak többet, hogy ez a 40.075-öt valaki megcsinálja, vagy mi lehet folytatása ennek? Vagy arra már gondoltál, hogy lehet ezt folytatni valahogy? Hát... Még nem gondoltál rá. Igazából több olyan jelzés érkezett, hogy hát ők lehet, hogy futni nem szeretnek, de lehet, hogy biciklivel szívesen elindulnának. Úgyhogy lehet indítani akár más sportágra is, lehet duplázni is elvégre. Fontos az, mert a legtávolabbi céljainkat még nem szeretném igazából elmondani, mert talán túlzásnak tűnhet egyes emberek szemében, de azért vannak távlati, magasabb röptű elképzeléseink is. Hát majd meglátjuk. Dolgozunk érte, meg hát természetesen a nézőkért is, követőkért. Akkor még így befejezésképpen, hogy megköszönöm, hogy ezt közzétetted. Még egyszer, a mostani beszélgetésünk megjelenése után, ha igaz, ha nem történik semmi más, akkor ez a Szent Mihály napi program itt lesz Balassagyarmaton, amit elmondtad, itt, ott, amott, de ennek meg lesz a hirdetés a városban, illetőleg úgyhogy láthassa a közönség is, ne csak a számítógépen kelljen keresni. Plakátolvas lesz, ugye? Természetesen kaptunk a várostól segítséget, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Magát a programunkat föl fogják vezetni plakátra, és természetesen minden balassagyarmati és a környékbeli is szerintem. Tehát hozzájuk is eljut ez a program. Várunk mindenkit szeretettel. Mi a televízió részéről is ott leszünk minden valószínűség szerint, mert érdekes hír lehet ez. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy meghallgattak.